94-ben 10 olyan fiatal állt össze, akit nagyon érdekelt a római kultúra, és hát mi a fiatalok voltunk, ugye szerettük a kalandos dolgokat is, és azt lehet mondani, hogy a gladiátor játék maga egy annyira komplex dolog, amit elkezdtünk ugye csinálni, nézni, kicsit rekonstruálni, hogy ebben minden megvan. Tehát a vallás, a hadászat, a fegyveres küzdelem, a politika nagyon, nagyon szerves része. Tehát nálunk mindenki megtalálja a saját szeretett szegmensét. Nem véletlen, hogy legtöbben igazából inkább küzdeni szeretnének, tehát elsajátítani a gladiátorok küzdőstílusát, és azt egy-egy bemutató alkalmával a nagy közönségnek bemutatni. Egy világéletemben érdeklődtem a történelem iránt, és ebben is az ókori Róma az ilyen örökszerelem volt, és emellett szerettem a harcművészeteket is, és igazából ebben megtaláltam a kettőt. Tehát elég kevés az a hagyományőrző csapat Magyarországon, ahol engedik a nőket is küzdeni. Így amellett, hogy magában a korban is megtaláltam, küzdhettem is, úgyhogy nem volt igazából kérdés, hogy ezt választom. Próbáltuk követni ugye eredendően a gladiátoroknak a történetét, és annó, amikor valaki az arénába került, ott megszűnt az ő polgári neve, polgári egyenisége, ő ott egy gladiátor lett, és ő ott az arénában kapott egy saját nevet. Ez vagy valamilyen tulajdonság, vagy egy fizikai jellemző alapján, vagy pedig származás ilyesmi alapján ragasztották rá. Tehát így lett fürge, hispán, párdút, győzedelmes például. És akkor későbben ezen a néven szólítjuk egymást, tehát sokan vannak itt egymásnak a civil nevét nem is tudják a Ludusson belül. Felépőképes gladiátor hogy születik, hogy tud egy olyan szintű harcossá válni, hogy a közönség számára egy lenyűgöző és félelmetes küzdelemben vegyen részt, amire azt mondják, hogy ezek meg akarják egymást ölni, viszont biztonsággal hazamenjen. Most ehhez heti kétszer két órás kemény edzésre van szükség, ahol is előléti állóképességi gyakorlatok vannak, illetve hát az edzés többségét pedig a küzdelmek, illetve a technikai gyakorlás viszi el. Olyan magiszterek vagy oktatók, doktorék kellenek, akiknek több éves múltja van ebben, át tudja adni ezt a tudást, és a rengeteg küzdelem pedig olyan küzdelmi rutint ad, hogy szép látványos küzdelmet mutat be, viszont biztonságban van, tehát nincsen komoly sérülés. Az antik időben is voltak női gladiátorok. Jellemzően akkor nők csak nőkkel harcoltak. Most viszont nyitott az intézmény nálunk, tehát bárki jöhet a Ludusba. Mikor az ember ide kerül, teljesen mindegy, hogy milyen fizikummal rendelkezik, vizsgákat kell tenni, amit az itt látható csíkok jeleznek. Ez felkészíti az embert fizikálisan arra, hogy készen álljon egy bemutatóra. Én személy szerint például egy 15-20 kiló közötti felszerelésben szaladgálok, küzdök. Korábban nem volt semmilyen sport múltam igazából, úgyhogy itt az edzésen, és amellett, hogy napi szinten otthon is készülök, fel tudtam szedni magam annyira, hogy most már helyt tudjak állni. Fegyverekkel küzdünk, tehát ezek valódi fémfegyverek, rendesen kovácsolt kardok, amik nincsenek ugyan megélezve, de valakit fejbe vágnak vele, akkor az meglehetősen kellemetlen bír lenni, néha még akár vérzősérülést is tudunk vele okozni. Ahhoz, hogy ezt elkerüljük, természetesen kell egy nagyon komoly felkészítés, egy nagyon komoly fegyelem, vezényszavak hangzanak el, tehát kicsit ilyen militáris az egész, és ahhoz, hogy bárki az arénába küzdhessen egy másik ellenféllel, ahhoz egy olyan mentális és fizikai készenlét kell neki, amit csak a fegyelemen keresztül lehet elérni. Rómaiak okosak voltak, nincs két olyan típusú gladiátor, aki tökéletesen ugyanúgy néz ki, egy-két kivétellel, mert az volt a cél, hogy a lehető legtovább tartson a küzdelem, a lehető legnagyobb kihívást jelentse. Mondok egy példát, a retiáriszon viszonylag kevés védőeszköz van, nagyon gyors. Az ellenfele sok védőeszközzel rendelkezik, viszont lassabb, tehát a gyors és a lassú kiegyenlíti egymást. Egy kicsit mindenki exhibicionista, nyilván az, hogy kiálljunk több ezer ember elé, és esetleg ott egy szál lenge ágyékötőben, pucéron verjük egymást, ez kell valamiféle elborultság. És igen, benne van egy romantika, a fegyveres, kardos küzdelem, a megmérettetés, történelem szeretete, ha valaki csak verekedni akar, mehet karatézni vagy boxolni, ez egy egészen más jellegű tevékenység. Kilépni a mindennapi taposó malomból. Szerintem ez egy nagyon nagy vonzerő mindenki számára, főleg úgy, hogy mondjuk egy gyerekkori álmát vagy egy filmes élményét tudja tényleg megélni. Az kétségtelen, hogy egy nagyon összetartó bagázs vagyunk. A másik pedig az, hogy mindenkinek más az indítatása, hogy miért jött ide. Van, aki cosplay játékos volt, van, aki szimplán a történelmet szerette. Voltak, akik küzdősport múltal, ki akartak próbálni valami újat. Tehát mindenkinek más a varázsa, de igazából a csapat és a szellem, ami összetart minket.